A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Sziasztok! First of all, we are focusing on the first game. And it's going to be a hard game, that's for sure. There are no favorites, like the favorite is not on our or their side, even though we won two games during the championship against them. Everybody knows in cup anything can happen. So nagyon koncentráltan készülünk a mérkőzésre, a legelső mérkőzésre készülünk a Peac ellen. Habár őket legyőztük a bajnokságban két alkalommal is, mégsem lehet azt mondani, hogy bármelyikünknek nagyobb esélye lenne, nagyjából 50%, de felkészültünk és nagyon koncentráltan fogunk játszani. Nagyon várjuk már ezt a kupa hétvégét. Ez egy olyan hétvége szokott lenni, amit nagyon-nagyon várnak játékosok, stábtagok. Ilyenkor szoktak találkozni egymással. Ugye négy csapat nagyon csalódott szokott lenni, aki elutazik egyből az első nap után haza, mert hát nyilván senki sem szeret veszíteni. Én úgy gondolom, hogy tényleg az első meccsre kell koncentrálnunk, azért is, mert egy teljesen új játékszituáció fog elénk tárulni. Ugye itt nincsenek szabályok, úgy, mint a magyar bajnokságban nincs fiatal szabály, nincs magyar szabály. Úgyhogy mindenki azt gondolom a legerősebb csapatával fog tudni játszani. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kis párharcok lesznek. Már az első nap úgy gondolom nem csak a miénk, hanem ugye a Győr Sopron ellen fog játszani, az is egy pikás mérkőzés lesz, utána utoljára miénk. Én azt gondolom, hogyha tudjuk játszani a saját játékunkat, és azt az egy-két kulcsjátékost ki tudjuk kapcsolni, akikre készülünk, akkor úgy gondolom, hogy meg fogjuk tudni nyerni a mérkőzést, és legrosszabb esetben is a bronzéremért fogunk tudni majd küzdeni. Én úgy gondolom, hogy erre lehet építeni, tehát én is nagyon örülök, hogy egy kiegyensúlyozott teljesítményt tudunk nyújtani, és nagyon bízom abban, hogy tényleg ugyanezt az arcunkat fogjuk mutatni majd most Győrbe is. Ahogy elmondtam, Maja, abszolút nem lesz egyszerű, mert tényleg egy kiki meccsre számítok. Ahogy te is mondtad, a Pécs fölfelő ívben játszik, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, és tényleg koncentrálunk arra, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést, ami egy roppant hálátlan feladat lesz. Hát én ezt nem hallottam, nem tudom, te szóval hallottad, hogy föladják a mérkőzést. Én szerintem ez a Sopronra abszolút nem jellemző lenne ez, hogy föladják. Ha mi tovább fogunk jutni a pécsi csapaton, akkor teljesen mindenki ki fog az utunkba kerülni, a Győr vagy a Sopron. Mi akkor is megpróbálunk 100%-kal küzdeni, és nyilván ez a Sopron és a Győr játékos keretileg úgy gondolom kiemelkedik a magyar bajnokságból, de ettől függetlenül egy meccs lesz, semleges pályán, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, jó esélyünk van arra, hogy egy szép eredményt el tudjunk érni. My experience so far is that when you are that motivated, like you don't think. Elsősorban a motiváció az, amelyik keresztül tudja a játékosokat lendíteni a holtponton, de nyilván ugye van masszőrünk, viszünk magunkkal fizikaterapeutát, vitaminokat, olyan regeneráló szereket, amik segítenek abban, hogy formában tudjuk maradni, de elsősorban a motiváció az, amelyik a fáradtságot el tudja űzni. Illetve ezen túl menően van annyi játékosunk, akik le tudják játszani ezt a három mérkőzést, és mindenki be tud szállni a padról is, hogy nem csak a kezdőötös, hanem a többiek is tudnak játszani, és tudnak segíteni a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ha túl tudunk jutni a pécsi csapaton, akkor a program az következőképpen fog kinézni. Nyilván másnap délelőtt át fogjuk nézni az ellenfélnek már előre elkészített scouting alapján ugye a játékait, arra fel fogjuk készíteni a játékosokat, úgyhogy nem úgy utazunk el feltétlenül, hogy csak egy csapatra készülünk. Tudat alatt el van már készítve a második, illetve a harmadik napra is a menetrend, úgyhogy reméljük, hogy ezt majd be kell ezt is vetni. Ugye Putin a vasárnapi mérkőzésen összeszedett egy ilyen kicsit súlyosabbnak látszó sérülést, ami szerencsére mégsem lett annyira súlyos, úgyhogy egy kis bokaszalag húzódása lett neki,
de biztos részt fog venni a kupán, úgyhogy számíthatok minden játékossal, jelenleg senki olyan nincsen semmiféle egészségügyi probléma.